Szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit. A mai napon azt az igét szeretném megosztani, amit a Péter Apostol első levele 5. rész 10. 11. versében találunk, ami így hangzik. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká, és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökön örökké. Amen. Ezeket az igéket egy pár éve rendszeresen elmondom a gyülekezetben, aminek a pásztora vagyok. Különösen a Covid időszakban úgy éreztem, hogy nagyon fontos, hogy egy áldást elmondjunk abban a nehéz időszakban, amin keresztül mentünk. És hát az az igazság, hogy sajnos a Covid bár elmúlt, de a nehéz időszakok nem múlnak el. Mindig van valami aktuális nehézség, és emiatt én azt gondolom, hogy ezek az áldások, amiket a Bibliában megtalálunk, ezek mindig is örökzöldek maradnak. Önmagukban is nagyon szépek, de azt gondolom, hogy nagyon sokat jelentenek, amikor el tudjuk mondani mások felett, saját életünk felett. És egy kicsit én ezt így áldásnak tekintettem, bár a másik fordítás az inkább kijelentő módban fogalmaz ezzel kapcsolatban, hogy Isten tesz titeket teljeseké, tökéletesekké. De ha áldásként gondolkodom, és azért ragaszkodom hozzá, akkor különösen nagyon fontos, hogy mik azok, amiket kimondunk, mik azok, amiket kimondunk önmagunkra nézve, mik azok, amiket kimondunk a körülöttünk levő emberek életével kapcsolatosan. És hát nagyon fontos, hogy ezek az áldásmondások ott legyenek az életünkbe. Ne engedjük meg azt, hogy önmagunkról is negatívan fogalmazunk, vagy a környezetünkbe levő emberekről negatívan fogalmazunk. Rendszeresen és pozitívan Istennek az igényét kell, hogy alkalmazzuk az életünkre. Különösen a szülőknek nagyon fontos, vagy azoknak, akik vezető pozícióban vannak. Nagyon fontos, hogy azok, akik a mi tekintélyünk alatt vannak, milyen dolgokat fogalmazunk meg velük kapcsolatban, mit mondunk rájuk. És a szavakkal lehet elnyomni, a szavakkal lehet pusztítani, de a szavakkal lehet építeni és erősíteni is. És az Istennek az igéje nagyon fontos, hogy úgy legyen az életünkben, hogy azzal építjük önmagunkat is, és a környezetünket is. Egy lelkész története jut eszembe, aki egy viléki városba került, és az új gyülekezetében elkezdte a munkáját, és nagyon meg volt lepődve, hogy kevesen vesznek részt az Isten tiszteleten, nem nagyon mozogtak a gyülekezetének a tagjai, Igyekezett ennek hangot adni alkalmanként, és amikor imádkozott is, Isten elé vitte, nagyon sokat panaszkodott a gyülekezetnek a, a, hozzáállása miatt. És egy alkalommal, amikor nagyon el volt keseredve, Isten szólt hozzá, és megmutatta neki azt, hogy ha továbbra is így imádkozik, szép lassan ki fogja üríteni a templomot, ki fogja üríteni a gyülekezetét, és Isten rávette arra, hogy változtassa meg arról a gyülekezetről mit mond, az emberekkel kapcsolatosan mennyit panaszkodik, és az imáiban, mert amit az imáinkban is kimondunk, azok is nagyon fontosak, és az imáiban elkezdte áldani a gyülekezetet, elkezdte a reménységét megfogalmazni a gyülekezeti tagok változásával kapcsolatosan, és egyszerűen azt vette észre, hogy a testvérek elkezdtek jönni, Elkezdtek érdeklődni az Isten tisztelet után, mert valószínű, hogy minket változtat meg legelőször és leginkább az, amit másokkal kapcsolatosan mondunk. Valaki egyszer azt fogalmazta meg, hogy testvérek imádkozzunk, mert azzal még semmi rosszat nem okoztunk. Én azért ebben nem vagyok teljesen biztos, és arra biztatok mindenkit, hogy imádkozásainkban és a mindennapunkban, a környezetünkben építsük, erősítsük a körülöttünk levőket. Isten áldását mondjuk, mert ez az áldás oda és vissza fog hatni. Amen.